mennyit maradt akkor, vagyis, Ági? 1614. Már nem csak a matematikával és más tantárgyakkal való ismerkedésre van lehetőségük a szekszárdi járásban tanuló diákoknak. Több mint másfél éve ugyanis egy pályázatnak köszönhetően az óvodákba és az iskolákba járó gyerekek a gondjaikról is beszélgethetnek szakképzett szociális segítőkkel. Erre egy közel 31 millió forintos pályázat adott lehetőséget, a szakmai munkát pedig a szekszárdi humánszolgáltató központ irányította. Nézzük is előírva az újabb leckét. A terepmunkát, vagyis a közoktatási intézmények rendszeres felkeresését két szakember kezdte meg. Mostanra viszont már 8-an vannak jelen napi szinten a járáshoz tartozó 17 település óvodáiban és iskoláiban. A 2017-ben indult segítői szolgáltatás tapasztalatait most konferencián összegezték a szakemberek. Ilyenkor nem csak azok az esetek tudnak kiderülni, ami már ilyen nagyon rizikós, hanem bármilyen esetről, ami valamiféle jel, de bizonytalan vagyok. Én magam se tudom eldönteni, hogy most jól gondolom, vagy nem jól gondolom, de valamit látok. És akkor ezt meg tudják beszélni a kollégák. A segítő munka kiterjesztése eredményesnek bizonyult, mert egyre több gyerek fordul bizalommal a szociális segítőkhöz, akikkel nap mint nap találkoznak. Amikor van egy állandó ember, aki kimegy a meghatározott időben, azt nagyon jól el tudja fogadni az óvoda iskola, tud vele folyamatosan kommunikálni, ismerik a telefonszámokat, tehát amikor telefonon történik valamiféle egyeztetés vagy jelzés, az se ilyen ismeretlenül, hanem ott van mögötte az az ember, akivel nap mint nap vagy hetente egy-két alkalommal tud találkozni az óvodában, iskolában. A segítő munka kiterjesztését lehetővé tevő pályázat 2017 és 2019 között biztosított pénzt a szakmai munkára a szekszárdi járásban. A program viszont ezután is folytatódni fog, időközben ugyanis a kormány 2018-ban kötelezővé tette, hogy az óvodákba és iskolába járó gyerekeket szükség esetén rendszeresen segíthessék tanácsokkal szakképzett szociális segítők, így erre állami normatívát is fizetnek, amit az önkormányzatoknak kell kiegészíteniük.